A saroksári nyitómeccs után ismét Halla Petra nevével kezdődött a listavezető Eto összeállítása, de sok munkára nem számíthatott az Astra ellen a 19 éves kapus. A két győzelemmel kezdő, de legutóbb szombathelyen vereséget szenvedő üllőiek ugyanis minden mérkőzésükön a stabil védekezésből indulnak ki. Ennek következtében 11 emberrel fegyelmezetten vigyáznak arra, hogy Svirján kapuja felé minél kevesebb labda induljon útnak. A mindig kritikus első negyed órát is kihúzták a rózsaszín-feketék, de ehhez az is kellett, hogy Kocsán Petra gólját lesnek ítélje meg a játékvezető. Azt gondolom, hogy jól játszottunk, a védekezés részét azt különösen jól tettük össze, persze egész mérkőzésen az Eto dominált, de erre készültünk is. Látványosan és kombinatívan játszott az Eto, ám hiába jöttek be jobbról vagy balról a labdák, sehogy sem sikerült a gólszerzés. Volt, hogy Svirján védett bravúrosan, de olyan is, amikor mind a 11 Astra játékos az ötösön belül akadályozta, hogy a zöldmezesek betaláljanak a kapuba. Évek óta ezt játsszák, nagyon visszaállnak, nagyon jól szervezetten védekeznek, majd abból próbálnak megkontrázni. Tudtuk, hogy ezt fogják játszani, nyilván erre próbáltunk készülni, de azért minden mérkőzés más. Nehéz volt őket áttörni, de szerencsére sikerült. Egy kósza Astra kontrát leszámítva, mindvégig a kézilabda csarnok felőli kapunál folyt a játék, és éppen szünetet rendeltek el a két magyar csapat sporttörténelmi BL mérkőzésén, amikor a focipályán is megszerezte a vezetést az Eto. Savanya Csilla nem véletlenül gyakorolja sokat a szabadrúgásokat, ezúttal is mesterien csavarta a rövid sarokba. Az előző heti munkákat folytatva próbáltuk ugyanazt a játékot játszani, mint az elmúlt hétvégén. Sajnos most nem tudtunk annyi gólt rúgni, de a játék az ugyanolyan maradt. A gól után nem változott a játékképe. Az Astra teljes létszámban védekezett, az Eto pedig kevesebb szerencsével támadott, mint a legutóbbi klubtörténeti gólrekordot jelentő 11-0-ás győzelmet hozó mérkőzésen. Próbáltunk agresszívabban játszani, illetve minél közelebb menni az emberekhez, ne hagyjunk nekik területet, ne tudjanak ráfordulni. A második félidőben is az Eto dominál. Néhány kimaradt helyzet és egy ellenakció után pedig az 58. percben el is dőlt a 3 pont sorsa. A gól ismét mestermunka volt, hiszen előbb Süle sarokkal perdítette tovább a labdát, majd Wachter remekül vette észre, hogy a kimozduló kapus és a visszaronó védők felett a hosszú sarok kínálja magát. A góllövőlista éllovasa 7-szer is megzörgette a bajnokságban hálót. Türelmesnek kellett lennünk. Ezt a türelmet, ezt időnként, inkább azt mondom, hogy folyamatos jelenlétét hiányoltam a csapatnál, meg talán még azt sajnálom, hogy azokból a helyzetekből, amiket kialakítottunk, és tényleg ilyen szenzációs passzkombinációk után jutottunk oda a kapu elé, hogy azokat nem váltottuk gólokra, mert akkor sokkal simább lett volna ez a mérkőzés. Így sem érzem, hogy veszélyben forgott volna a győzelmünk, de nagyobb arányú lehetett volna mindenféleképpen. Azt kaptam, amire vártunk. Nagyon fárasztó mérkőzés volt, nem csak fizikálisan, hiszen az Eto rengeteget fut és rengeteg emberrel támadnak. Én védőként ugye ezt nagyon megéreztem, de fejben is nagyon nehéz volt koncentrálni, illetve végig koncentrálni az utolsó percekben is, és a többieknek is segíteni szóval, hogy ki hova helyezkedjen, az így nagyon fárasztó meccs volt. Egy órányi játék után már jobban visszafogta a tempót az Eto, és bár voltak még helyzetek, több gól már nem esett. Így a zöld-fehérek 5 játéknap után 100%-os teljesítménnyel, 15 ponttal, 27-4-es gólkülönbséggel vezetik a tabellát. Szerintem abszolút jól működött, amit kértünk tőlük és amit a héten begyakoroltunk. Voltak sérültjeink, betegeink, tehát nyilván ebből is adódott, hogy tudtuk, hogy ki milyen kondicionális állapotban van, hogy a támadó játékra ma kevesebb energiánk marad, de én szerintem többen is egyénileg maximálisan teljesítettek, még úgy gondolom, hogy önmaguk árnyékát is többen már tudták lépni. A Simple Női Liga 5. fordulójában tehát Eto Astra 2-0.